Sziasztok! Ezúttal is egy vaják kötetet, ezúttal a hatodik, a sága esetén pedig a negyedik kötetet mutatom be nektek. De hogyha hozzáveszitek a spin-off előzmény, viharidő kötetet, akkor igazából úgy a hetedik vaják könyvet látjátok a nyolcból. Tehát ez a negyedik része a ságának, ami a harmadik könyvtől, regénytől indul. És összességben a hatodik előzménynél együtt pedig a hetedik könyv. A fecske torony, amelyben gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy most a totális főszereplői válik Ciri. Nem mondjuk egyenértékű lesz a Witcherrel, a vajákkal, hanem totálisan ő lesz a főszereplő, és minden körülötte forog. Már eddig is errefele járt a történet, illetve haladt. Erre a pont és középpont felé ment a történet. De ezzel a könyvvel kulminálódott igazából az egész, és már mindenki, szó szerint meg is említik többször a könyvben, mindenki Ciri körül összfontosulna, illetve őt keresi, szereti, utálja, meg akarja szerezni, meg akarja ölni, és lehetne sorolni, ki mit éppen, ki mit akar. A könyv talán szerintem ez egyik, sajnos azt mondom, az egyik leggyengébb sorozatban. Mindemellett ennek ellenére is, kicsit ellentmondásosan, de izgalmas és pörgős, viszont annyira sok karakter van benne, hát legalább nem tudom, 100 karakter biztos összességében, és vagy 20 féle kisebb és nagyobb ország, vagy grófság, vagy városág, és mivel továbbra sincs benne térkép, azért sokszor csak kapkodtam, hogy most mi van. Ugye a Witcher játékban van egy térkép, de az csak az északi királyságok egy részét mutatja meg, vagy maximum az egészet. Egy teljes képet maximum a Google nem tudtak keresni. És itt azért az egész világot szó szerint bejárjuk. Még Ars Caligén is járunk, ami benne volt a Sidera Witcher 3-ban. Egy csomó olyan karakter király, és még a történelmi múltba is elrévedünk, és előkerül sok régi karakter, hogy csak kapkodja az olvasó fejét. A másik nagy baj a könyvvel, hogy ezeket úgy hozza elő, hogy szokszor csak így a semmiből. Olyan, mint a történelemkönyvet olvasnánk, annak csak egy részletét kivennénk, kifednénk, és akkor azt gyorsan elolvashatnánk, de nem tudjuk először, hogy mi van. Azért a végigolvasok a könyvet, a legtöbb szál összeáll, de még most is van egy csomó dolog, amit nem igazán értek, hogy most akkor ez ki volt, hogy volt, mi volt, pontosan hol volt. És a legeslegnagyobb baj a könyvvel, ezekhez kapcsolódóan egyébként, az, hogy nagyon sokszor úgy érezhetjük, hogy kis novellákat látunk egy köteten regényen belőle, vagy 8-10-et ugrálunk a múltban, a jelenben, a jövőben, és azon belül is több helyszínen, és néha több időpontban. És sokszor tök random, tehát itt van egy esemény az Ars Caligén, átváltunk az északi királyságban, majd átváltunk Nilfgaard közelében, majd átváltunk a vaják szárához, majd a Ciri szárához, majd össze-vissza. Tehát semmi kontinuitás nincsen. Összességében persze elolvashatok a könyvet, akkor összeállhat egy kép, csak az a kép nem logikusan van felvázolva, nem folytatólagosan, vagy folytonosan, és teljesen olyan, mintha az író nem tudta volna, hogy hogyan kapcsolja össze a különböző részeket úgy, hogy az igazából elsőre mindenkinek érthető legyen. Bár lehet, hogy ez is volt a célja a végére, azt éreztem néha, hogy összekuszálja az olvasót, de én szerintem ez nem egy jó metodika. És csak a legvégén tudja a szálak nagy részét összekötni magában körülbelül az olvasó, de még mondom, akkor is nehézkes. Tehát teljesen őrület, hogy olyan is van, képzeljétek el, hogy 3-4 oldalon belül 4 helyen járunk konkrétan. Ma, hogy egy rész csak egy negyed oldal, majd ugrunk megint egyet, ami egy ilyen csillagjellel van a könyvben, majd utána megint ugrunk egyet, fizikailag is általában, a helyszínben is. Egyszerűen nem tudom, ezt nagyon elcseszte szerintem az író, ezt a metódust, és emiatt a legnehezebben érthető és olvasható kötet eddig az összesből, amit olvastam. Ugye a viharidőt is már utattam nektek az eddigi köteteket, hát kíváncsi vagyok az utolsó hetedik kötet, túlugrnéje az mi lesz. Azt mondják, hogy az ennél azért már kicsit jobb, de az sem a legjobb kötetek közé tartozik. Amúgy pedig tök izgalmas a kötet, mert végig egy üldözést láthatunk, és izgalmas, hogy kimarad olyan életbe, ki nem. Milyen trükköket használ valaki, hogyan próbálja másikat belemártani a dolgokba, vagy peckerezni egy-egy ilyen nehéz helyzetből, hogy kecmerek ki. Illetve különböző trükkök, árulások, dezertálások sora van a könyvben, illetve nagyon sok mahinálás,
Ilyen szempontból ez a könyv nagyon tömör, tele van nem csak a sok új karakterrel, meg régiekkel is, hanem különböző nagyon sokféle terv, ötlet, valami csak elkezd megvalósulni, vagy éppen megvalósulás folyamatát láthatjuk, aztán a finist. Mindenben pedig Ciri Sztárát láthatjuk egyre jobban kiteljesedni, és kicsit a vaják így a háttérben is marad. Van egy mesélgetős íve is a könyvnek. Ez kapcsolódik egyébként a Kesszakusza elemekhez, amikről meséltem, most nem akarok kispoilerezni, de ugye amúgy az a része tetszett a mesélős, illetve az izgalmas üldözéses részek is, amely úgy látszik folytatódik majd még mindig az utolsó könyvben is, csak kicsit már ilyen egyéni módon. Búcsúzom tőletek, ezt tudtam sajnos erről a könyvről mondani nektek, nekem egy kicsit felemás élmény volt, nehezen volt olvasható, de összességében azt kell mondanom, hogy megérte. Ez is eléggé sok izgalmas jelenetet fog majd szerintem nyújtani a sorozatban. Erről láttam, hogy mik lehetnek a lehetőségek majd, miközben olvastam a könyvet. Úgyhogy tőletek, sziasztok!